Start. Start elindult a nap második futama, ez az árverési lovak verseny a 2018-as üggető árverésen eladott csíkok számára, akik most ugye már 3 évesek, mindössze 4-en álltak startot, közülük is bronzba volt a szélső esély, ráadásul meglehetősen gyengén kezdett, innen azért alig ha lehet más a célja, mint hogy érvényesen körbe menjen. Bellini Fling a legnagyobb favorit, kezd a legerősebben, és egyelőre diktálja a tempót, 2-3 osz az előnye, a Ballerina errel szemben, Ballerina er mögött pedig jön az Istaró társ Bold Lady, nagyjából ugyanennyivel, tehát 3 osszas távolságra, bronzbúj legalább 60 méterre most már le van szakadva tőlük, úgyhogy 3 ló versenyére van kilátás, ők 3-an nagyjából azért azt lehet mondani, hogy egy csomóban versenyeznek, akkor amikor bő 1200 méter van még hátra a futamból, vezet Bellini Fling Juhász Balázsa, mögötte Ballerina er, akire szép lassan megérkezik Bold Lady. A mezőny tempójának megfontoltságát jól jelzi az első részidő, 21.5-ben közlekedtek, vezet Juhász Balázsral Bellini Fling, mögötte pedig ott van Ballerina er, illetőleg a Bold Lady, ők 3-an igencsak megszaladtak a versenyben lévő Bronz Bojtól, akinek azért a hátránya valóban nagyon jelentős, viszont azt se felejtsük el, hogy jelentős a negyedik helyért járó pénzdíj is, 160 ezer forint illeti majd meg tulajdonost. Vezet továbbra is Bellini Fling, és növeli is előnyét Ballerina errel szemben, majd pedig a Bold Lady a következő lovunk. Ez a vezető hármasunk, és most már tényleg utcahosszal le van maradva Bronz Boy. Az ő esetében az lett a lényeg, hogy ne ugorjon, illetőleg ne távolozzák le. Lassan-lassan érkeznek az utolsó kanyarba. Bellini Fling gyorsítani látszik, mögötte ott van Ballerina R, majd pedig Bold Lady. Hát egyelőre nem látszik különösebben izgalmasnak a finish, mert Bernini Fing roppant magabiztos, és hát most legalább 15-20 méterrel vezet Ballerina erre szemben, akire Bold Lady nem igazán tud közelíteni. Az utolsó 300 méteren belül most már a vezető favorit, Bellini Fling az élen változatlanul, de nem hibázik, akkor alig ha lehet tőle elvenni ezt az elsőséget. Ballerina R második helyezése is biztosnak tűnik, mögötte pedig még mindig Bold Lady a harmadik, bronzból rettenetesen messze, és akkor, amikor most már csak egy bő 50 méter van hátra az árverési lovak versenyéből, akkor Bellini Fling már lassíthat Juhász Balázssal, ő nyeri ezt a különlegesnek nevezhető futamot. Bellini Fling tehát a győztes, mögötte Ballerina R lesz a második, Bold Lady a harmadik, viszonylag közeli harmadik mondhatjuk, nagyon-nagyon messze tőlük pedig majd Bronz Boy fog megérkezni.